én is ugyanezt látom. Én nagyon boldog vagyok, mert nagyon kemény évünk volt, és szerintem a csapat megérdemelte azt, hogy most ezt a trófát a magasba emelhessük. Nekem már tegnap az utolsó edzés után, mikor hazamentem, már jöttek az érzelmek, most meccs előtt is, meg a meccs alatt is végig. De szerintem ma még lesz sírás, volt is, lesz is, de nagyon örülök neki, hogy így tudunk búcsúzni. Én is már a tegnap az edzés után azért már belegondoltam, hogy igen, tényleg olyan dolgok történtek ebben az öltözőben, ebben a csarnokban, amik számomra nagyon fontosak, és elkaptak az értelmet. Ma meg pedig már úgy jöttem, hogy örömjátékot kell játszani, és élvezni kell minden egyes percét, és szerintem ez megvolt, és a szurkolók meg csodálatosak voltak, és akkora élményét tették ezt a meccset, és ezt az ünneplést most. Mit visztek magatokkal ezekből az évekből? Csak a jót, csak a pozitív dolgokat, amiket tanultunk, amiket átéltünk, amilyen emberekkel megismerkedhettünk, a szurkolókkal, a csarnokkal, minden, ami jó. Igen, én is ugyanazt gondolom, hogy ezek mind azok a dolgok, amikből